Egy királyok 19.5-ből olvasok Illést profétának az életéből egy, egy fontos részletet. És lefeküdt és vég, 19.5, a fenyőfalat. Ezért van karácsonyfa itt is, hogyha valaki fáradt, hogy jön lefeküdni. És íme angyal illeti őt, és mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, ímé mi fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz, és evék és ivék, és ismét lefeküvék. És az úr eljött másodszor is, és megilleti őt, és mondta, kej fel, egyél, mert erőd felőtt való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek az erejével, 40 nap, és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig. Amen, amen. Ebből a történetből azt tetszik nekem a legjobban, és azért számomra rendkívül ez a történet, mert nem csak illésnek szól. Ez a kielentés egyáltalán nem csak illésnek szól, hanem szeretném elmondani, hogy önöknek is szól. És ez nem kevesebb, mint azt mondja az Úr, hogy erőd felett való útad van. Ez azt jelenti, hogy olyan jövő vár ránk, amihez a mostani erőnk túl kevés. Legtöbb házasságnak a problémája az, hogy az erő feletti út az ember életére. Szerencsére az esküvő nem látja, és nem tudja. De ilyen a, a, a szolgálati élet is, és, és ilyen úgy érzem a jövő mindannyiunknak. Erőt felett. Ilyen a keresztény élet, emberek. Nem, nem elég a fizikai erőnk, nem elég a fizikai tudásunk, nem elég az, ami ma van. Gyakorlatilag azt mondja ezen az igén keresztül az Isten, hogy a keresztény élethez, egy természet feletti erőre van szükség. Az az erő csak, amivel úgy születtünk, amivel teljesen felneveltek, meg próbáltak felnevelni, meg felkészíteni iskolába meg stb. nem elég. Ezért fontos, hogy új, f f f új erőt vegyünk, nagyobb erőt vegyünk magunkhoz, mert az út megvan, ki van erővel pálya. Mert teli van az ember jó célokkal, jó szállal, szeretne ez lenni, az lenni, tudjátok, a viccet is. Aztán majd kiderül, hogy ebből tudod mennyit tudsz befutni abból a pályából, amit az Isten kijelölt neked? Amennyi erőd van hozzá. Nem amennyit akarsz, hanem amennyi gyakorlatilag erőd. Mert annyi pofon éri az embert minden, hát mond, akartam mondani, minden hónapban, de talán azt mondom, hogy minden nap akkor sem mondok túlzást. Hogyha nincs az embernek egy nagyon jó rezerva ereje, nem tud tovább menni. Erő kell, például a megbocsátáshoz. Erő kell a, 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 a előrehaladáshoz, az akadályok legyőzéséhez. Isten természet feletti erőre van szükségünk. De van egy jó hírem dicsőség az Úrnak, ez az erő a rendelkezésedre áll. Úgyhogy még mielőtt az égének a tanításába belemennünk, akkor tisztázzunk egy dolgot, mondd el a kedves szomszédodnak, hogy erőd felett utat van. Ez vár rád. Ha nem mondták meg, akkor én megmondom neked őszintén. De a rendelkezésedre áll. Elérhető a számodra az az erő, amire szükséged van. De nem magától értetődő. Az, hogy keresztények vagyunk, hogy olvassuk a Szentírást, hogy hiszünk a drága jó Istenbe, ez még nem garantálja azt, hogy elég az erőd. Mert nem elég. Szerintetek illés hitt az Úrban? Rajta volt a Szent élek? Tehát hogy nem volt egy ateista. Mégis azt mondja neki az angyal, hogy erőd feletti út vár rád. Tehát az, hogy hiszünk az Istenben, ne ámítson el senkit, hogy hát az elég. Nem. Az Isten, erej, Isten az ő erejét, van egy jó hírem, mérték nélkül adja. Annyit veszünk át, amennyit, amennyit tudunk, amennyit csak tudunk. És nagyon sajnálom, nem tudom megérteni, hogy lehetett ekkora hibát elkövetni hogy évszázadok óta az Isten természet feletti erejét kiszorították az egyházból, rámondták, ha már valaki rajta van az Isten erre, jó, az nagyon ördög, jó, micsoda nagy kár érte. Amíg a sáncba forgott részegen, addig nem volt probléma. De elmegy a gyülekezetbe, kicsit rászáll a szentélek, megrázza egy kicsit, lobog a haja, van, vagy ilyesmi. Jó, de nagy kár. És elfogni, felfogni nem tudjuk, micsoda nagy kárt és pusztítást okoztak ezek a teológusok, akik elfogadtatták a közgondolkodás, hogy az Isten ereje, az a mennybe ott jól van, az apostoloknak is jó volt, a stadionban is jó, hogy van erő, pláne, ha bunyózni kell a, a rendőrökkel, ott legyen erő, az egyházban húzzuk meg magunkat, egy-két keresztvetéssel megvan az erő. Nem elég emberek. Ahhoz, hogy túl tud élni vidáman, boldogan az életet, ehhez egy természet feletti erőre van szüksége. Ez olyan, mint a vizenjárás. És csak az az ember tud sikeres lenni, aki megtanulja átvenni minden nap azt az erőt, amihez szüksége van, jól akkumulálja azt az erőt, amit vett. Mert nem elég csak itt most bevenni az Istennek az erejét, hanem fontos, hogy haza is vigyünk belőle. Jó, ha még a konyhába is jut belőle. kell a lakásban is, haza is kell vinni az Isten erejéből, és a minden napért, a munkahelyen is meg kell nyilvánulni azt, hogy te egy erős ember vagy. Isten, szerintetek Isten a mennybe. Annak örül, hogy valami szerencsétlenkedő, nyomorult, szerencsétlen gyermekei legyenek, vagy az, hogy erős. Akinek van gyermeked, te hogy szeretnéd látni a gyerekedet? Hogyha fúj a szép követke, tegyél a zsebében hogy elfújja. Vagy szereted, hogy jó erős gyermeked van. Küldött az iskolába, csak mondod, figyelj, verekedés nincs, de ha ütnek, ne hagyd magad. Hát tudod, hogy sírva nem fog hazajönni. Nem? Hát akkor miért gondolnál azt, mondja, hogy Isten jobbatja, mint mi? Miért gondolnád, hogy Isten gyönyörködik abba, hogy vándorolnak a keresztények, és versenyeznek abba, hogy ki a másiknál? Ez nem kereszténység, a szerencsétlenkedés. A kereszténység abból áll, hogy Istenek az erejének a hordozója vagy. De úgy, az rajta. Úgy, hogy a fejed legfelső hajszálattól a talpadig, talpadig rajta van az Isten ereje. A szádon, a szemeden, a füleden. Hát ahhoz, hogy ma igazságban tudjunk élni, de erő kell. Hogy a bűnnek nemet tudjál mondani, a kísértéseknek nemet mondani. Ahhoz, hogy a, a szemedre tudjál, hát a szemnek is mekkora hat csata van, csak oda nézzen, kell. Szerencsére nincs több szemünk. Kettővel is van bőve harc. Hát a nyelvünkkel. Mekkora harcon csata, hogy csak annyit mondjon. Nem olyan könnyű azt elragasztani, hogy hallgass. Rendkívül erőigényes az élet. Hogy azt, meg, azt, azt, a szót mondani, hogy bocsáss meg, hülye voltam. Hát ehhez erő kell, barátom. De az is, hogy azt mondom, hogy nincs semmi baj, meg van bocsátva. Ez legalább akkor erő kell. Miért megy olyan nehezen a, bűnbo a bocsánatkérés az embereknek? Miért megy olyan nehezen a megbocsátás? Azért, mert az akarat lehet, hogy megvan, de az erő kevés. Ha erős vagy, könnyedén meg tudod ezt az akadályt is vinni. És hiszek abban, hogy ez az Úr akarata. Ezekkel csak az ígékel, csak szerettem volna meghozni a kedvedet. De ha Isten azt mondta illésnek, hogy erőt feletti útad van, eszetekbe juttatom, hogy Jézus mit mondott? Hogy olyan illés ember volt, hozzánk hasonló. Tehát amit illésről olvasol, tehát akkor nem azt mondta, hogy tente dalok, ez Friderika mondta, neki jól áll. Nekünk az angyal azt mondta, hogy erőt feletti út vár rád. Mivel Illésnek mondta, nem úszod meg, ti is, téged is ez már. És hogyha minden fiatal házas felkészülsz arra, hogy erőd feletti út vagy, akkor nem lesz problémád. A házasságban ez a titok. Nincs jó házasság, ha nincs benne erő. Jézus Krisztus szolgálatának mi volt a titka? Nem az, hogy nagyokat prédikált pedig nagyon nagyokat prédikált, hanem nagyon nagy erő volt rajta. És azt mondták, honnan van ebbe ekkora erő? Izraelben nagyon nagy tradíciója volt a jó prédikátoroknak. Versenyeztek egyik préd... hát azért ott olyan prédikátorodtak, mint Jeremiás, mint Ézsaiás, mint Dániel, Jezékiel. De ilyen tradíció volt. Megjelent Jézus. És akkor mondták, hú, ilyen a történelem még nem hallott. El is küldtek Jézushoz hallgató spitztiket, mint a ide is küldnek néha. És figyelik, mit mond? Hogy lehetne kicsavarni? Visszamennek a szolgák, mondják, uram. Ember még úgy nem beszélt mindez, érted? Ti is el vagy több bolondítva. Ez a tény. És mit vettek észre? Hogy erő származik ki. Volt benne kakao, volt benne power, volt benne dinamisz. Nem valami vérszegény, de ne, felejtsétek el, hogy Jézus úgy nézett ki, mint ahogy a keresztel ráfestégen. mert legtöbb ember számára ebből van több millió, vagy több milliárd feszület, hogy az emberekkel higgyék, hogy Jézus, ami lebénolt, tehetetlen valami. Jézus Krisztus, ha megszólal olyan, mint a sok vizek zúgása, a szeméből tűz ha véletlenül megtalál szólni, megszólal, abban a pillanatban az ember érzi, hogy... Oh, ilyen hatalom van. Azt mondta, azt mondta hogy legyen, és lett. Tudjátok, hogy mi az izgalmas? Hogy az úr erejéből egy, mi, egy, egy parányi sem fogyott el. Most is olyan nagy dinamizmból lüktet az isteni erőnek, mert ha elolvastam az ígét, figyeltétek, hogy mivel kezdődik az Isten? Ő nem csak azt mondja, hogy megerősítlek, hanem tudod, hogy ki vagyok, én mondja, én azok vagyok, aki soha nem fáradok. Az Istennél nem úgy van a görbe, reggel fel kell a, bedobja a két, dupla kávét, és akkor na, valahogy, ö, igen, mondjad, miért kell válaszolni? Ja, igen, Romániában, erd, ja, erdélyek, ja, igen, 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 nem, ja, már este van, hagyjatok békémet. Ő minden pillanatban az ereje csúcsán van. Amikor azt mondta, hogy legyél meg te, akkor is formába volt. És ezért nem vagy szerencsétlenség, vagy, hanem egy sikertörténet. Egy csoda vagy te a Földön. Egy isteni remekmű vagy ezen a Földön. Mondtad a szomszédodnak, Nem csak nekem mondjad, te egy isteni remekmű vagy. Te Istennek a csodálat, csodája vagy a Földön. Miért? Mert Isten teremtett. Ha nem hiszed azt, amit látsz, akkor hidd el, amit mond az ige, hogy Isten teremti az embert. És ebben benne van a melletted levő is. Nézed, hogy ez olyan csoda, de remekmű, nem csoda, remekmű. Ahhoz, hogy erő, erő emberei legyünk, az erő hordozói legyünk, az első dolog, amit be kell, meg kell tenni mindenkinek, az az, hogy az erőtlenséget, okozó tényezőket fel kell számolni az életünkből és a sorsunkból. Nem normális dolog, hogy azt áll, állítja valaki magára, hogy ő hisz a drága jóistenbe, de neki csak arra van ereje, hogy egy keresztet vett, és aztán hanyat veti magát. De nem talál a kettő. A kereszténység lényege, hogy erő, erőd legyen. Mert a te Istened egy erős Isten. De az ő fő oka, amiért keresztényekben hiányzik az erő, hogy nagyon sokszor tudatlanul, mint ahogy most fel fogok olvasni több példát a Bibliában, legalább kettő, a háromból kettő olyan, hogy nem tudták az emberek. Sokszor olyan tényezők az okai hogy az erőtlenségnek, amit az ember nem tud, mert felszámolná másképp. És ma szeretnék neked ebben segíteni, csak ne nézzetek olyan komoran rá, mert zavarba jövök. Az erőtlenségnek a tényezőit számol fel az életedből, ha akarod, hogy az erő majd maradjon. Mert nagyon sokszor Isten erre végig söpör a gyülekezetben, Hát emlékeztek Jézusnak az összevetőjére. Lögdösödik Jézust, annyian vannak, de egyetlen egy nő volt, aki az erőt át tudta venni, a nem. Mondja Jézus, hú, érzem, micsoda erő ment ki innen. Kiment az erő, nem kiment Jézusból az erő, hanem erő származott tőle, de nem gyengült el attól. Csak az a miért, mert az erő végzi a csodát. És akkor mondja Péter, ha nem látod, hogy lögdösödnek? Mennyien vagyunk? Még kérdez, hogy ki volt az? Ne, ne, valaki, aki ezt megértette, hogy van ennek egy titka, hogyan lehet átvenni az Isten erejét. Júdás is ott volt az összejöttelen, többé valószínű. És a többi tanítványok is. És ezért kérlek téged, hogy most te nyitott szívvel hallgassd az ígét. És ha akarod, hogy az Isten erre átérjen, rád érjen, akkor az van hogy nyisd ki a szemedet, a szívedet, és kérd, Uram, járjál át Istennek az ereje, járjon át engem, ez kell nekem. Minden Isten tisztelet igazából erővételről szól. De az erőnek az a nagy titka, a másik nagy titka, hogy maradjon meg rajtunk az Isten erre. Ne legyünk szombaton nagy erővel hazamegy az ember, hogy alig tud járni a nagy erőtől, és akkor másnapra más nyoma más nincsen. Nézzük meg, mit mond az igen. Egy, szeretném megmutatni Dávidnak az életét. Hányan hiszitek, hogy Dávid Isten kedvelt királya volt? Kedves embere. És tudjátok, hogy Dávid egyik állapotában mit mond? Azt mondja, hogy gyeng, erőtlen vagyok. Felolvasom az igéből, hogy valaki megvádolja, hogy én írtam ezt. Csak szerettem volna. 2. Samuel 3, 39. Mondja Dávid, én pedig ma erőtlen noha felkent király vagyok. Azzal kezdődő, egy erőtlen noha felkent király vagyok. Ezek pedig sérüljának fiai hatalmasabbak nálamnál, de fizessen meg az Úr annak, hogy a gonosz cselekszés az ő gonossága szerint. Az első dolog, ami miatt egy keresztény erőtlen tud menni, az nem más, mint az erős, vagy az erőszakos ember. Még Zsoltát is írt, hogy Uram, szabadíts meg engem az erőszakos embertől. És tudjátok, hogy sérülje ki volt? Nagy lénye volt Dávidnak, tehát sérülje a fiai Joáb, Abisai és Asael, azt hiszem. A unokatestvérei voltak. Amikor azt mondja, hogy a fiai, igazából három unokatestvérére gondol. Ebből is talán jóabb volt a leg, e, kiemelkedőszer. Azt állítja Dávid, hogy ő azért erőtlen, mert az a rokonságában van egy erős személy, vagy vannak többen erős személyek, akik őt rá olyan hatása vannak, szívják ki az erejét, nincs benne elég erő. És bocsássatok meg, Budapesten megállított valaki, és mondja, hogy van egy panasz, tolmácsol egy panasz rám. Milyen baj van? Hát azt mondja, azért tolmácsol, az a, a panasz, a prédikációmat figyeli, és az a panasza, hogy hogy nagyon nőpárti vagyok. Fú, mondom. Na ezt kiavítom ma, ha megengedítek. Rendkívül veszélyes testvéreim, és különösen tisztelt hölgyekhez szeretnék most szólni. Ne légy erőszakos. Sok férfi azért nem tud igaziból erős lenni, mert a mellette levő hölgy, vagy a nagynéni, vagy a nagybácsi, vagy a nannyó, vagy talán a feleség erőszakos. De ha erőszakos Sajnos, hogy a hölgyeknek ez egy olyan, úgy benne van a vérüben, mint a kutyának a tető. Megrázza magát, egyből olyan lesz. Bocsássatok, megmondtam, hogy mi ha azt mondták, női párti vagyok, ma megengedek ma több mindent magamnak. De karácsonyra kijavítjuk, hónap elénekeljük, egyből az angyal csehre jön. De szeretném, hogy hogy, hogy benneteket. Az erős ember az Isten áldott, kiválasztott, felkent, pozícióba helyezett embereit teszik erőtlenné. És azért nem tudja befutni sikeresen a pályát, vagy tök helyesen a pályát sok ember, mert mellette körbe van véve olyan személlyel, vagy személyekkel, akik sérülják fiaihoz hasonlítanak, erőszakosak. És szívják az erőt belőle. És mondja Dávid, rajtam van a kenet. Azért nem akárki kente fel, hanem Sámuel kente fel. Nem akárki választotta ki, az Isten választotta ki. Nem akármilyen pozícióban, ő volt az első ember, a király, az élet és a halál ura. Szinte. De annyi bajt, mint jó áp, talán senki nem csinált az életében neki. Hogy nyilvánult meg az erőszakossága? Nem feltétlenül abban, hogy neki kiabált. Csak, mert lehet erőszakosnak lenni, és a családba, de vannak néha olyan, ha gyülekezetben is valaki, például erőszakos. Senkinek soha ne enged meg, hogy erőszakosan viselkedjen veled. Telefonod nem azért van, hogy zaklassanak. Akkor veszed fel, amikor akarod. Teljesen jogodban van, hogy nem veszed fel a telefont egy testvérnek. Hát miért kellene, te felvegyed? Majd eldöntöd. Jövő ilyenkor felveszem. Ha, miért kellene? Mi ez az erőszakoskodás, ami, ami ma, és a, tudjátok, hogy miért haragudt meg Isten a Földre Noé korában, mi volt jellemző? Az erőszakosság. Ha nem úgy van, hogy én akarom. Vannak, akik ezt csendben csinálják, csak minden öt percben megmond egy mondatot. Senkinek ne enged meg, hogy beleszőjön mikor az, az, idődbe, ne osszad be más az idődet, ne más mondja meg, hogy hova mész karácsonyra, ebédre, hogy te mikor, mikor, alszol és mikor nem alszol. Ilyenkor alszol? Hát neked mi között az hogy mikor alszol? Ha onnan tudod, hogy az éjjel aludtam valamit, vagy nem aludtam. De teli van a társadalom, Istenem, bocsáss meg a gyülekezet is. Olyan emberekkel, akik megengedik magán, maguknak azt, hogy erőszakoskodjanak. Na figyeljetek ide, ez az oka, ami nagyon sok keresztény erőtlen. És ezt meg fel kell számolni. Kell húzni határokat. Figyelj ide, nekem ez a határ, jó? Isten, tudjátok, hogy Isten milyen úri ember? Azt mondja, én az ajtó előtt vagyok, és zörgetek. Nem azt hogy berontok, nem zörgetek. Ha kinyitott, bemegyek. Ha nem nyitott ki, nem megyek be. Miért kellene megengedni embernek? Se rokonnak, se gyülekezeti tagnak. A szolgálatoknak, én bízom abban, hogy ebben jó példa vagyok. Nem gondolom, hogy valaki, valaki mondhatja, hogy én egy erőszakos vagyok. Mert igyekszek a lehetőleg finomabban közelíteni hozzátok. Ezt kérlek, hogy gyakoroljátok egymással is. Amikor te beazonosítsz valakit, hogy ez próbálja erőszakolni rád valamit, az akaratát, hát miért kellene úgy csinálni? Amiért én nem akartam megtenni gyerekkoromban, tudjátok mi volt? Mert én egy olyan gyülekezetbe vittek el, ahol rájöttem arra, hogy két vénasszony, bocsánat, bosorka, arra akartam de nem vénasszony, hanem idős hölgy, ebből boszorka lett, bocsánat, de lehet, hogy eltaláltam. Na mindegy. Eldöntötte, hogy hagy fognak felöltözni a fiatalok, úgy kellett öltözni. Eldöntötték, hogy a barkó meddig kell egy férfi, na, a férfiaknak tudták, a nőkkel is foglalkozott, de főként. Milyen hosszú lehetett, hány milliméteres tett a hajad, milyen ruhában jársz, hát szemhez, ez a kire. Ha ez a kereszténység, ez biztos nekem nem kell. Csak hála Istennek rájöttem hamar, hogy a kereszténység és az idióta vallásosság az nem egyforma. S és sok gyülekezetben arról szól a dolog, hogy én kitalálom, ezt csináld úgy. Hát nem ez a Biblia emberek. Hanem akiket az Isten szelleme vezet, azok az Isten fiai. És az Úr szabadságába, boldogságába. Nem kell úgy csinálni, -e amit másnak tetszik, sem gyülekezetben ne enged, hogy senki leuraj. Miért? Mert a, mi királyfiak vagyunk. Tudod, mire hozott hívott el téged azon? Mondja a szomszédodnak el. Királyokká tett az ír, Isten. Király vagy. Király és királyné vagy. Ez a Biblia. De csak akkor tudod betölteni a hivatásodat, ha nem engeded, eltávolítod azokat az embereket a környezetedből, akiket le akar uralni, le akar kontrollálni és manipulálni, én négyet hete még sok minden karácsonyi üzenetem van ma. Az erőszakos, mi, az, ha egy erőszakos, vagy eh, kedves hölgyek, van mondom, bekerültetek a tárba, de mondom, hogy azzal vádolnak, hogy én nőpárti vagyok, hát azt azt mondtam, hogy majdnem felpofosztam magam, mondom, engem ilyennel vádolnak. Hát ezt ki kell javítsam. Akinek fiú gyermeketek van, egy gyülekezetben nem és akkor a tanácsadás volt, és eh, a, 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 a fiú gyermekek, mondom, hogy fiúgyermekek, mondom, figyeljetek, nehogy már lányt neveljetek, a ők Ha van valaki, meglöki, meghúzza, lelöki, van benne. Hát, ne, akkor lát, egy, egyiknek eltorzult arca jelen. Egy nő is, egy, egy nős, vagy fiú, meg 25 éves, nem fog eldönteni kicsoda, csoda. ezért van ennyi nyomorod, szerencsétlen ember. A Biblia azt mondja, legyetek férfiak. Tehát a férfiak legyenek férfiak. Azt mondja, hogy férfi legyen, nem szinte férfi, hanem férfi. A másik, hogy erős legyen. Legyen benne erő. Döntésekhez, és véghez vinne a dolgokat. De ehhez az édesanyáknak kell először hozzájárulni, hogy a fiad, érzd meg, ha fiad van, agyhálát az Istennek, nagy a kihívásod, Óriási meglehetőség, hogy Istennek a, az országába fiakat nevelni. Az nagy dolog. A lányok is értékesek, de a fiúk ilyen módon még nagyobb kihívás. De ezennek a természetében a férfiasságot kellene hagyni, hogy fejlődjön. Van véleménye, és ő 12-13 évesen nézi magát a tükörbe, beáll a paszba, hogy néz az apját, vágja a kezét, nézi, hogy áll neki, ígazítja a nyakkendőt, próbálja a haját, nyakkendőt. Ez így a normális. Ha nem ilyen, akkor gyanús. Hát ne szoknyát próbáltassatok rá, meg babával, vagy figyelj, fiam, aludjál, legyél csendben, neki van véleménye, hogy politizálni. Örüljetek annak, ha valakinek van karaktere. Na, és, és ami a megdöbbentő, hogy ez az erős ö, 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 személyek, ezek rokonok voltak. Nagyon sokszor az erős ember, az erőszakos ember rokonunk. És egy mód van rá, hogy békességben legyél vele, hogy engedj utána. Abba a pillanatban, de inkább legyen távolról békességet, tehát legyen. Ember. Istennek az erre maradjon rajtad, mint hogy engedj az erőszakos embernek, mert nézd meg, mi lesz ebből. Tudod, mit csinált Joab? Hogy ijesszelek meg még jobban. Absolon megölt a testvérét. Erre a király döntést kellett hozni, mert király. És száműzték ezért. Teljes joggal, örül, hogy nem kötötték fel. Csak mert az apja ott volt, hát elintézte, hogy Ennyi volt. Így van. Méltó volt a büntetés? Teljesen. Erre jó elkezd intézkedni, és az elköd egy hölgyet, egy idős hölgyet, és ráveszi Áb Dávidot, hogy hozassa vissza a fiát, és ezzel nem lett volna semmi probléma. Tudod mi volt a probléma? Hogy abszolút nem tért meg. Nem megtörve. Nem megalázkodva jött vissza, hanem felháborodva. Jutalmú még felgyújtotta a, 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 az álló búzáját Joábnak, hogy miért nem intézkedik jobban. Anélkül, hogy nem, nem direkt, de hozzájárult Joáb, az erőszakos ember mihez, felkészített Dávidnak egy lázadást, de nem akármilyen lázadást, hanem nagyon-nagyon nagy árat fizetett ezért. Ki segített? Az erőszakos ember. Az erőszakos ember olyan embereket körülötted, akiknek nem szabad túl erősnek lenni, mint hogy abszolónak nem lett volna szabad erőt kapjon. Neki fogtak emelni, neki fogtak pártolni. Azután pedig ugyanez a jó ám mit csinál? Jön Abner. Abnernek egy fantasztikus ember volt amúgy Abner. Abner kijelentést, ahol Saulnak volt a fővezére. Abner kijelentést kapott, elmondom nektek miről. Amire nagyon sok embernek nincs mai napig kijelentése, remélem, hogy ma lesz. Azt mondja Abner. Úgy cselekedjék Isten Abnerrel most és ezután is, hogy amint megesködött az úr Dávidnak, én is azt szerint cselekszek vele. Hogy elveszem a királyság e, 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 Saulnak házától, és megerősítem Dávid székét az Izrael és a Júda felett Dántól fogva, mint Bersebáig. Rendkívül tetszik nekem Abnernek a látása. Kapott egy kijelentést arról, hogy Dávidot Isten választotta ki, és az ő dolga az, hogy mit csináljon? Megerősítsem a Dávid királyságát. Tehát vannak Istentől rendelt emberek, akiket Isten küld oda hozzád, és küld oda hozzád, hogy téged erősítsenek. De ha az erős ember, az erőszakos ember túl közeledbe van, tudod, mit fog csinálni? Likidálni fogja. Úgy megsért, hogy elfut tőled. Elintézi, hogy elmeneküljön tőled. Ha céged van, mondjon fel. Ha a, a szellemi szolgálatod van, fusson elmelőled. Ezek úgy, mond, úgy nevezem a diófa effektus. Tudjátok, a diófa alatt semmi nem nő? Oda, ültet, jól mondom? A legminőségibb füvet teheted, a legminőségibb virágod nem fog megállni. Az erőszakos emberek olyan, mint a diófák. Ne ültesd az életedet körbe diófákkal. Elég, ha kertedbe van. Mert Isten rendel abnereket, akik neked legyenek a munkatársaid. Mert Isten tudja, hogy neked szükséged van. Erőr, erős, akik téged emeljenek, segítsenek, körbevegyenek, okos, normális emberek. De az Abner mit csinál? Likidálja. Ő azt állítja, hogy Ásájel haláláért, de nem volt ez jogos, mert Asael megtámadta háború alatt Abnert. Abner önvédelemből megölte. Pedig kérte ember fordulj el tőle, menj akivel akarsz, hagyd nekem békémet, de ás nem volt rá hajlandó, akarta vinni a skarpot, hogy egy nagy vezért megöl, nem, és öngyilkosságba futott. Tehát ez nem volt korrekt. És azért mondja uh, Dávid, megsiratja abner és azt mondja, hogy egy igaz ember halt meg. És, me, és mivel maradt Dávid, újra jóább fia lesz mellette, mert aki kellene, elett, kellett volna neki segítsen erős ember, ezt kinyírta. Ezért van sok gyülekezetben, hogy nem tudnak felemelkedni emberek, vagy körülötted, vagy munkahelyen, mert van a körzetedben egy olyan ember, akinek olyan szimata van, mint a, 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 a milyen hogy mondjak? a nyomozó kutyának. Pincsinek, az a baj, hogy ez nem pincsi, ez inkább vérebb Ilyen, hogy hívják azt a vérebet, amit pitbull, ezek inkább pitbullok. Bár Pici Pinci volna, mert abból hoddogot csinálnánk hamar. De a Pitbull, aki megszimatolja, hogy az Isten küldött neked segítségeket, Istentől rendelt segítségek. Mit csinál? Nikodálja. Hát Jézabel nem ezt csinálta? Isten rendelt segítséget akádnak, Ott volt Illés. És mit csinált Illés? Halára kergette. Ö, er, e, Jézabel. Hát, hogyha ez az erős ember Női variációban van dát foglaliza. Akkor ez még rosszabb. Erre már a nagy tud kinyithatjátok, mert melegen van. Érzik, hogy felidegesítettem németeket, de meg is értem, nem haragszok érte, de az igazságot nekem el kell mondani. Isten rendelt segítségeket neked, akik legyenek segítséged a munkádban, a szellemi életedben. Olyanok, mint Illés, olyanok, mint Abner. Ne engedd, hogy az erőszakos emberek téged tönkre tegyék a sorsodat. És ez a jó áb, még tudjátok, hogy zárta be a karrierét? Hogy szebb legyen? Saját kezüleg ölte meg a fiát. Abszolút. Ő le. Más szóval az erőszakos ember vérszomjas. Abnert is kinyírta. És Dávidnak a, a legnagyobb, fájdalmát ez okozta. Mert kérte a fiamat, miattam, kiméjétek. Hát igazából az Isten megoldotta, mert felakadt egy fára. Az Isten azt mondja, Bibli, hogy aki fán függ, átkozott. Tehát az Ószövetség ezt tudták. Gyakorlatilag a háború ott megszűnt. Mert a vezér felakadt a fára. Egy bozótba, Nem is tudták, hogy hol van akárki. Egyértelműen a háború megállt volna. Nem lett semmi szükség, nem volt arra, hogy a Absalont. akárhogy veszük, királyfia volt. Mivel királyfiú, ők egyfajta mentességet élvezett. Tehát volt valószínű, hogy újra számüzetésbe került volna, és megúszta volna ennyivel. kellett volna hozni időnap előtt. De mindegy. Csak szerettem volna megmutatni, hogy az erőszakos ember milyen nagy veszély az emberi sorsban, és ezért kell figyelj arra, hogy valaki rád ront, van egy jó régi magyar kifejezés, székely szó, szóval rád ront. Ezt azt tudja, hogy ez nem a Szent Szellemtől van. Én még azt is megfigyelem, elmondom nektek egy kulisszatitkot. Hogy hánszó csenget nekem valaki rám, és hogy csenget. A te csenget is lehet érezni. És van, akinek volt, azért nem vettem fel a telefonját, mert éreztem, hogy átment egy határon. Mondom, sajnálom, fel akartam venni, mire odaértem, már szállt, láttam, hogy ötször csenget. De ezek csenget, nyomja mind a süket a csengőt. Mondom, ezért ezt nem fogok felvenni nem szabad magadat körülved erőszakos emberre. Ha ilyen ember, vagy, vagy, vagy a rokonok, mondom, ezt nem egész könnyű kinyírni, mert ő sem nem akart. Akkor azt kell csinálni például rácsenged, nevet fel a telefonját, mi jó hallottad, ne kövezd meg, de nevet fel a telefonját. Hanem, hadd, hogy érjen a levébe, lefekszel egyet aludni, és visszahívod két óra múlva. Láttam, hogy hívtál. Ha már nem is mindegy már! Nagyon, hát akkor nagyon jó, a elértük a célunkat. Hogy ne, ne tudjon téged kontrollálni, mit csinálsz, hol vagy hogy vagy. Ugye nem baj, ha nem, ha nem te döntöd el, hanem én döntöm el. A családodat védd meg az erőszakos embertől. Absolon életébe került, mert bekerült ez az ember a környékre. Életveszélybe van. Hát sok házasságot, tudjátok, mit tesz tönkre? A kedves Anyós. Áldja meg az Úr őket. Én após vagyok, úgyhogy maga, ö, ö, norm, talán telet, hogy egy kicsit van fogalma, miről beszélek. De ha akarjátok tudni, melyik a jó anyós, menjetek a Facebookra, süssd be a anyós vicceket, és akkor megtudod. De normálisnak kell lenni az erőszakos ember, életveszélyes, házasságveszélyes. Legtöbb fiatalt ki lehetne békéteni, mikor összekapnak. De beszólnak az anyósok, vagy az apósok, vagy egy erőszakos valaki, és látod, hogy amint megbeszélt öt perc múlva, ugyanaz fújja. Ez volt az egyik legnehezebb fejezet ma. Örül, látom néhányan elfutottak, de még maradtatok, úgyhogy akkor folytatom, ha megengeditek. De látom, hogy elgondolkoztattalak, és reméltem is ezt. De ez a Biblia, emberek. Ezt nem én találtam ki. Ez nagyon kemény, durva igazság. Az erőszakos ember életveszélybe sodor? Hát miért Dávidot életveszélybe sodorta? Hát mezitláb menekült. Séméjének olyan lehetőséget adott, hogy kiabált utána? Kinek köszönhette ezt? Joábnak. Földön futóvát akarta tenni, csak az Istennek a nagy kegyelme nem engedte. Az anyagi nyomorúság mögött tudod, milyen sokszor? egy erőszakos ember a, rokoz, a közelbe. Rengeteg anyagi veszteséget tudnak okozni ezek. Mert ha az irítség fán, ezek ordítva járnának minden nap. Nem tud örülni. Nem tudja elfogadni, hogy a kenet Dávidon van. A döntés a Dávidé, a hatalom a Dávidné, az Isten neki adta, az ő hatásköre. és lőj csendesség. De bízom abban, hogy értitek, hogy szeretlek, nem a senkit. És most először is elnézést kérek a hölgyektől, hogy ma sokat kaptatok, de remélem, hogy kibírható volt. Ahhoz kézem, hogy sírtok, nem nagyon törődik a szemüket a hölgyek, úgyhogy nincs baj. De mindjárt fel, felfoglak benneteket menteni. Nézzek, mit fogok mindjárt mondani. Csak már meg. Már egy órája beszélek? Tényleg? Na várjál, erre várjál. Akkor mit csináljunk? Jó, és ezt kihagyjuk akkor, és szeretnék elmondani valamit. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus, ami erőtelenségünket, az erőtelenségünket elhordozta. Hadd olvassak meg egy ígét, Máté 8.17-et olvasom hogy beteljesedjek, amit Ézsajás Profita mondott, így szóván. ő vett el a mi erőtelenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Olvassuk fel közösen ki van a vetítőn. Hogy beteljesedjen, amit Ézsajás Profita mondott, Ú, így szóval, ő vett el a mi erőtelenségünket, és hordozta a mi betegségünket. Hányan hiszitek, hogy a bűneinket Jézus felvitte a keresztára? De hányan hiszitek azt, hogy az erőtlenséggel is fel van véve? De ez azt jelenti, hogy az, az erőtlenség pont úgy, mint a bűneit, nem a tiédek. Mint ahogy a betegségek sem a tiédek. Nem normális, ez nem a te tartozékod, nem a te részed, nem hozzá tartozik. A megváltáskor ez is megvan. Ettől is megszabadultál, hogy erőtlen, szerencsétlen legyél te arra vagy el, megvált, vagy erős legyél az Úr Jézus Krisztusban. Mert ha te megváltod erős. Erős, mondom. Erős. Nem olvastam fel, mert elpredikáltam az időt, mindjárt be kell fejezzem, és nem még a témáról nem is tudom, hogy, hogy Éreztem, hogy bele fogok keveredni, nem gondoltam ennyire. De azért olvassátok el, ha hazamentek a Józsué könyvét. Mert Józsué könyvénél e, 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 Isten mondja Józsuénak, öt dolgot mond, öt olyan bűnt sorol fel, amitől gyenge az ember. Józsefnek azt mondta az Úr, egymás után légy erős és bátor. Csak légy erős és bátor, amajd nem parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor, eljön egy pár ezer ember, és, és, és megállítja az ébredést, az előrehaladást. És akkor, Isten elmond neki öt dolgot, ott olyan bűnt, amitől, amitől gyenge lett. De most ezt nem fogjuk elmondani, mert nincs rá időnk. Menjünk tovább, hogy hogyan lehetünk erősek, mert most már azért így nem lehet befejezni, és nem akarom így befejezni. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy az Isten országa erőben áll. Mondjuk közösen, erőben áll az Isten országa. Pálapostól pedig azt mondja hogy akarom, hogy az én beszédeim és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek az erején nyugodjék. Ámen. Még egy fontos, hogy mert mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek a szellemét. Erőnek, erőnek, erőnek. Tehát hogy, hogy tudunk mi erős, erőssé válni? Hogy vesszük az erő szellemét. Mondjad velem együtt. Vesszük az erő szellemét. Mondjad a szomszédodnak is, hogy vegyed az erő szellemét. Mert van a, van a kegyelemnek a szelleme, van a, a, a bölcsességnek a szelleme, de fontos nagyon, hogy vegyük az erő szellemét, erő szellemét. Sőt, mondja a Biblia, mondja a Biblia egy másik helyen, hogy az Úr bennünk, fel is olvasom, mert egy, megint egy fontos ígő. Minden erővel megerősíthetvén az ő dicsőségenek hatalma szerint. Minden erővel. Tehát miért, ha észreveszitek, többfajta erőről beszél. Én legalábbis három szintet tartok most nagyon fontosnak, hogy róla beszéljünk hogy minden erővel az azt jelenti, hogy a testedet is megerősítette a kenet, a pszichédet is a kenet tudja megerősíteni, és a szellemedet is a Szent Szellem tudja megerősíteni. Sőt, a szívedet is a Szent Szellem tudja megerősíteni. Minden területen, minden erővel megerősített az Úr bennünket. Minden erővel, minden erővel, minden erővel. Dicsőség az Úrnak. Nemrég beszéltünk Kálebről. Mondja, 85 évesen, olyan az én erőm, mint fiatalon 40 évesen. Dicsőség az Úrnak. Sámson honnan kapta a fizikai erejét? A Szent Ő Úgy született, hogy a Szent Szelem rajta volt, de nagyon erős volt. Miért? Mert az erőszelleme volt rajta. A testén. De tudjátok, mi volt a probléma Sámsonnak? Hogy a testén nagy erőkenet volt, de a psziché annál gyengébb volt sértődékeny, mert tudjátok, hogy nem sikerült a házassága, de miért nem sikerült? Azért, mert az esküvőjén mondott egy hülye viccet, összeveszett a násznéppel, és mérgébe hazafutott. Ez az igazság. Mikor jött vissza, hogy na, hát megbántam, szevasz, már elvitték a feleséget addigra. Ezért soha ne fuss el otthonról mérgesen. Ha mérges vagy, menj be a fürdőszobába, tegyed magad, hogy zuhanyzol megereszed a csapot, gondolkozol egy kicsit. Nem olyan a fejedet de el ne fuss, mert visszajössz, nem tudod, hogy kitalálsz. Ha egyáltalán még találsz valakit. Tudok olyan házasságot, hogy úgy ment Nem akarták, csak kifutott mérgébe. Pont akkor küldött az ördögod, akit nem kellett volna. Rendkívül fontos, hogy ne csak a tested legyen erős, de a tested legyen erős. Tudod, mit olvasunk a Bibliában? Hogy közöttük, az Ószövetségről mondja az ige. Isten, mikor kihozta Egyiptomból őket, közöttük, nem volt beteges. Nem volt köztük beteges. Hát, hogyha az Ószövetség ilyen, akkor az Új Szövetség jobb szövetség. Tehát akkor kérdem tőled, te beteges? Nem lehetsz beteges, sajnálom, de nem lehetsz. Miért? Mert elvitte Jézus. Miért hordoznád te? Kedden beszéltünk arról, hogy az Úr kifizette a megigazulásunkat is. Ki van fizetve? Nekünk adta az igazságát. De neked adta az erőt is. Te arra vagy megváltva, hogy fizikailag erős ember legyél. Testben ép legyél, és erős. Ezért, mikor az ördög szurkálja a testedet, akkor mondja, ördög, vedd le a kezed a testemről! Jézus elhordozta a gyengeségemet. Nem is szólom, Jézus hatalmas nevébe, gyengeség, fájdalom, vérnyomás, csontok, izmok, izületek, Engedelmeskedjetek Istennek, Isten igényének. Jézus parancsolt a betegségnek, és el kellett menjen. Miért? Mert hordozta. Azt mondja, ember, én elhordoztam. Te nem kell már hordozzad. De nem automaticszén működik. Ezt neked meg kell elhizet Engeded, hogy az az erő, amit a mennyből, szent szelem által jön, rád jön, és mit hoz Jézus az, a szent szelem ereje? Az egészség, az erő, erő, erő. Megvan írva, megújul a te erőt, és a fiatalok mit csinálnak? Szárnak elnek, mint a saskesejük, futnak. Futnak, és nem fáradnak el. Hallottad? Futnak. Tehát a Bibliában oda van írva, hogy akit a Szent Szelem erre megérint, az fut. Tehát tessék felmenni a somira, és futni. Hát benne van a Bibliában. Nem mondjad nekem. A futás benne van a Bibliában. Az is benne van, hogy aki, fél, aki hisz, az nem fut. Nem, most fuss, vagy nem fújsz. Ne félelemből fuss, de hitből futhatsz. Miért ne futnám? A testi egészségünk és erőnk rendkívül fontos, hogy ugyanakkor a hitünk mellett egészséges életmódot éljünk. A mai napon egy kedves barátomat temették el, és el is döntöttem, hogy megosztom veletek, mert nagyon megdöbbentett engem. Egy olyan emberről van szó, aki körülbelül 160 kilós volt, és 1,90 magas, egy nagyon nagy derék ember, és lefogyott 40 kilót egy olyan év alatt. A csínos volt, nekem is elküldte, hogy a, a, a receptét, de ah, mit csináltál, milyen ügyesen lefogytál? Így. Csak az történt, hogy nem jól fogyott le. Ugyanis nem csak, tudjátok, három, most nem vagyok orvos, sajva csatok ki, ha mondom, de három nagy részből áll az ember. Van benne víz, igaz? Van zsír, és van hús. Van idegek, vér is tudom, de most ezt a háromra maradjunk. Én prédikától, hogy nekem megengeditek, hogy csak ilyen egyszerűen nézzem. Amikor fogy az ember, veszhet vizet. A sportolóként ezt csináltuk, amikor birkoztunk, ha van le lehet veszteni egy, egy óra alatt vizet. Azt tudjuk, hogy visszaízott és Az A zsírral is vigyázni kell, mert az sem teljesen felesleges, de azért tudjuk, hogy ebből lehet, hogy egy kicsit több van, mint kéne. De ha a húsbotból lemegy, az életveszélyes. Értsetek meg, és a fogyokorába azért kell vigyázni, hogy hús ne menjen le rólad az izom. Mert a rekeszizmod is izom, és le, például, ha nagyon hirtelen fogy, nem kapasz levegőt. Leblokálhat, mert a szíved is izomból van. És amikor itt so lemegy az izomból, onnan is lemegy. Hát akkor inkább legyen rajtad 5 kiló, kedves, kicsit kerekebb vagy, több kenet fér benned. De egészséges tegyél. Az egészséget az Úr megváltott, de tudjátok, hogy a Bibliában benne vagy az utolsó időben fogják tagadni a házasságot. Ezt tudjuk, hogy most megy és a másik az elezettel való tartózkodás az is egy ilyen eh, 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 divat, hogy ezért csak szake, azért kérésem, hogyha úgy gondolod, hogy le kell fogyjál, mert egészségileg indokolt, akkor tessék szakemberhez fordulni, kérdezd meg a szakembereket, és hogyha nem, akkor tedd a fejedre a mérleget, mert egész jól fog mérni akkor. Ne állj rá, tedd ide, és akkor egész jól mutat. Hát nem mindegy, ide tetszett, vagy a lábad alá, mit kell? Mit kell azt annyira? Ez a bolond, bolondériának, ennek a hóbortnak, ami ma van a világban, hogy 33-as kell legyen a feleségnek a deréke. Ez körülbelül ekkorácska. Az, ez, nem mindenkinek jön ez össze. És mi a probléma? Hogyha kilóra akarsz valakit venni a házasság előtt, mondd meg neki, hogy menj a mészárszékre. De, de ilyen, ne engedjétek, hogy az ördög tönkre tegye, és megmondok valamit, akik nagyon sokat uráznak általában depressziósak. Mit ér, hogy van egy szép, csinos hölgy, aki mondjuk 10 kilóval több. Jó húsban van, mondjuk így. De ők vidám, nevedgél, boldog, minden van, bővel otthon, stb. Lefogy a drága, mert le kell fogyasztani. Na mi van? hagyj békén. És rossz kedvű, se ez nincs, se az nincs, se amaz nincs. Hát nem érdemes. A kedélyhez például, ha nincsen jó kedved, akkor csokoládét kell enni. Hát ez komolyan mondom, tartsál otthon csokoládét. A Biblia elmondja a fogyokurának a titkát, és ez benne van a Róma levélben. Mértékletesek legyetek. És pont. Ez karácsonyban is igaz minden meghetsz, meg van írva a Bibliában. Nem mondjad azt, hogy a szalonna bűn. És a rákeltő neked a disznó küdde de hozzám. Szóval ennyi hülyességet, amit mostanában a tudósok itt összehortak, hát ezt régebben az, az írástudatlanok tudatlanok jobban tudták. Azt mondja a Biblia, hogy minden megehetsz háladással és imával. De én még hozzáteszek egy dolgot mértékletességgel. Ez is benne van. Galata 5.22. Mert nem attól hízik meg az ember, amit néz. Csak amit megevett. És nem az a probléma, hogy mit eszik. Szerintem pedig a legtöbb ember, amikor fogyok, na mától kezdve, ezt nem eszek, ez, tudod mi, hülyeség. Hát képzeld el, hogy az agyad, az káciummal él. Úgy tudom, az agynak, ha jól tudom, jól mondom, az üzemanyag a kácium. Nem tudod? Na, akkor lehet, hogy csak most találtam ki, nem tudom. De, hallottad, mindegy. Úgy tudom. Na most, hogyha nem adsz üzemanyagot az agyadnak, akkor hígasszú leszel. Ezért nem lehet kihagyni az élelmiszer, ez, hogy ezt eszek, és ezt nem ezek. Hát az Isten kitalálta, ide tett téged erre a földre. Szóval tudja, hogy itt van milyen gyümölcs, szilva, körte, alma. És amit lehet itt venni. Ha mindenből eszel, egészséges teszel. De bármit elhagysz, hogy nagy pláné, ugye olyankor nem eszek kenyere, tudod, -e, hogy kenyérre szükség van? Azt mondja, a Bíblia, hogy kenyérrel él az ember. Hát nem kell okosodnak lenni, mint Jézus. Nem azt mondja, hogy kenyeret egy reggeltől estig. Hanem kell enni a kenyeret. Mértéke. Például egy héten megeszel egy szeleptel, vagy kettővel. Jól mondtam, Jani? Ah, most már két szeletet már enged, hogy együnk meg jó ízőn, no. De enni kell, ne csinálj ilyen hülyeséget, hogy ezt nem eszem, Képzeld el, hogy a szalona is egészséges. Komolyan mondom. De mértékkel. Mértékkel. Nem azt jelenti, hogy egy egész disztot meg kell enni. Vagy a felét. Csak mértékkel. És ha a mértékletességben problémád van, azt úgy hívják, hogy falánkság. Azt úgy nevezek, azt úgy kell űzni, Úgyhogy, ha valakinek főgyakorlási problémája van, mondja utána. Jézus nevében. Tedd a hasadra a hasadra kezedet. Most ne a fejedről, mert eddig mondtad a fejedet. Most a hasadra. Itt van. Jézus nevében falánkság, mértéktelenség. Menj ki belőlem! Megtagadlak anyámtól, apámtól, örökölt, mértéktelenség, falánkság. Hagyj el engem! Jézus hatalmas nevébe, a Szent Szellem erej által. Ámen! Ez a Biblia, emberek. Nem kell okosabbnak lenni. Egészsége, minden erővel, tehát az Úrnak mi az akarata? Hogy erős legyél. Ha úgy fogyok, urázó, hogy nem tudsz felmenni a hegy, lépcsőn, mert le vagyok fogyva, akkor bocsássa meg az Úr, nagy baj van veled. Erős legyél, erősebb, mindre tíz évvel ezelőtt. Fizikálisan is. A másik terület a psziché kérdése. Rendkívül fontos, hogy erős lelkű emberek legyünk. Minden nap próbára van téve. Mostanában nagyon sok pofont kap az ember. Csalódásokat, bántásokat, sérelmeket. Aki meg is állított a múlt héten, kérdezte, hogy te. Ezt egyáltalán feled dolgozni? Mondom, nem, hogy fel lehet. Ez az életünk. Ha fel tudjuk dolgozni, túléljük. Ha nem tudjuk, meghalunk. Még jó jól hallottad. Ha fel tudjuk dolgozni a sérelmeinket, túléljük. Ha nem, belehalunk. De ahhoz, hogy fel tudsz dolgozni, oda erős lélekkel, pszichékkel. És ezért van az, hogy néha a gyülekezetbe kapsz sértéseket. Ki, Kikap, sértéseket a gyülekezetbe? Csak. Többiek ír imádkozok. Lehet jönni megtérésem. Ha nem ígérem, karácsonyra biztos kapsz egyet. De miért? Ha kapsz egy sértést pszichésen, megtanulod feldolgozni, erősebb leszel. Ami nem öl meg, ott megerősít. Hát tényleg igaz. És tudod, hogy erősít meg az úr? Hogy rád ereszti a hiénákat, hogy sértegessenek. És ez nem tönkretesz téged, ha te jól döntesz, hanem megerősít. De nem úgy erősít meg az úr, hogy tőzs be, hol szent szellem, közel. Ne zavarjatok. Tőzs be, ó, szent hogy de. De Nem így működik. Mi van veled Te teszed magad. Jaj, Uram! Te tudod az igazságot. fog a század fog, erősödj meg. Aki egyszer erős ember volt a Földön, és nagy dolgokat tett, az mind pszichésen erős ember volt. Mert az, hogy nagyon erős vagy fizikálisan, dicsőség az Úrnak. De nem elég. Értsd meg, nem elég. Hogy lesz erős a test az embernek? Úgyhogy megy edzeni. Üti a bokzsákot, üti, 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 és egyszer csak tényleg addig üti, még megerősödik. Na de a lelked is így erősödik, meg jó ember. Nem úgy, hogy, és ezért van, hogy Isten megenged tudatosan sértéseket, amik érnek, akár egyházban, akár családban, akár társadalomban. És ez, tudod, bér van? Hogy erősítsél meg az Úr. Mert nem akar lombik bébit az Úr, hogy a szél ne fújja a lelkem. Jaj, nehogy valaki, ha nem tudna Isten két angyalt tud állítani melléd, aki csak így tartson, és valaki jön, a orva verik hamar. Menj el, nem, menj el. Megtehetné? Hogy ne tehetné meg? De nem teszi meg, tudod miért? Mert akkor hogy egészségesek legyünk. Erre a nagyszerű példa József. Józsefet, az, édes test, az édesapja szerette. Letépték a szép ruháját. Irigyelték, mert álmai voltak. Irigyelték, mert látása volt, terve volt, jövője volt. Utána bedobták egy üres kútba. Na meg irgalmasak voltak. Utána kihúzták, eladták. Mondták, vigyétek, csak lóvét adjatok. Mit érdekel, nem kerekünk. nekünk. Utána Pótifánő, őnek a felesége, ö, 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 még inkább igazságtalan volt vele szemben. Akkor lecsukják. Körülbelül 13 éve nem látta az apját, az anyját nem látta, hogy meghalt egész kicsikorában, mikor Benjamin született. Meg eh, eh, egy keserves élete volt. Erre, amikor felhívja a király, a faraó hivatja, és mondja, hogy találhatnánk-e fogható embert. Ha ragyogott, mint a nap. De miért? Mert látjuk, hogy benned az Istennek a szelleme van. Mind végig Isten. Ha végig olvasod a történetet, olvasod. És az Úr József van a börtönbe, Pótifán. Az, az, Úr József -el volt. Az Úrnak a jelenlétet erősíti meg a lelkünket. Nem mi magunkat, de az Úr jelenlétet megerősít. Hogy, és akkor nem fájnak a sérelmek. Hát nem mérgelődhetett volna. Hát a székely lett volna. Ő Rajzolt volna motivumokat szépen a, a börtön falára. Hogy itt megsértett ez, itt Ruben, itt júda, itt Simeon, végig rajzolja, hogy úgy ette volna meg a lábokat a fene, mint annak a rendje. Meg, hát ha ilyen lett volna, de nem ezzel foglalkozott. Hanem arra vigyázott, hogy a kenet mindig rajta marad, És amikor kijönnek, mondják, hogy nincs hozzád hasonló ember. Nem tönkrement volt, kivirult volt. Hogy lehet? Ennyi sérés után. Hát valamelyik nem kap olyan helyet, amilyent akar, kész. Nem vagy szertezve. Hogy még, nem még gyűlibe. Hát mi van ember? Óvoda? Krésa? Vagy valami ilyesmi? Értsd meg! Sámsó rajta volt az úrnak az ereje. Olyan ereje volt, mint egy, mint egy ház. Olyan kemény volt. Te képzeld csak fogta a kapuját és elvitte a legolcsóbb számítást is veszük, lehetett olyan 3-400 kiló az a kapu. És felvitt a hegytetére, nem lehozta a hegyről, felvitte. És rajta volt az Úr szelleme is. De a lelke törékeny volt, ezért nem tudta befutni a pályát. Ezért mondja az igaz, hogy minden erővel megerősít. Fontos, hogy a lelked is erős legyen. Tudod hol derül ki, hogy milyen erős a lelked? Amikor meg kell bocsájtani amikor meglátta a testvéreit, mit olvassunk? Elkezdett sírni. Na no, most mondta, na itt az én napom. Na fogtak ti barátom mindjárt sorbálni. Neki fogod sírni. Tudod mit csinált József? Megtérítette mind a tizenegy testvérét, az úrhoz. Mert egy helyen mondja a Biblia, hogy Béliája fiai voltak, nem voltak megtérvezek az emberek akkor. De utána olvassuk, miután meghal Jákob, akkor mondja, hogy mi védkeztünk. Bocsánatot kérnek, és meg mi védkeztünk. Mi vagyunk a hibásak. Szolgálunk téged. Azt mondja József, nem, nem. Nekem ti testvéreim vagytok. Az úr engem elküldött előttetek, hogy én megmentselek benneteket. És neki fogod újra sírni, megcsókolgatta őket, és szeretettel vette körül. Tudod mi ez? Ez Krisztusi Psziché, erős ember volt. Nem annak kell erő, hogy megsértődj, az gyengeség. Ahhoz kell erő, hogy azt mond, tudod mit? Megbocsájtok. Tudod mit? Elfelejtjük. Tudod mit? Hagyjuk a hátam mögött. Jön az év vége, ne vidd át az eznek az évnek a terhét a jövőre. Légy, zárd le! Légy erős, mint József. József nagyon erős volt. Egy nagy példa nekünk, Jézus előképe. De ugyanakkor fontos, hogy a szellemünk is erős legyen. A szívünk is erős legyen. Dáv, Mózesről mi van megírva? Erős szívű volt. Dávid viszont, mondtam nektek, hogy ő mondja magára, hogy erőtlen. Dávid, amiután bűnbe esett Becsabével, rájött valamire, hogy változni kell. Mit kér az Istentől? Először hogy bocsássa meg, Másodszor, hogy az erős szellemet, adjon neki az erős szellemét. Mert látta, hogy az erő nélkül őt a kísértés bevitte a bozotba. Ha az erős szelleme rajtad van, akkor tudsz ellenállni a kísértéseknek, a bűnöknek, a, a sérelmeknek, a sértéseknek, a múltnak a sérelmei fölött. Át tudsz menni boldogan, vidáman. Ámen? És az Úr örömmel lesz a te erősséged többit majd elmondom máskor. Az Úr áldjon meg benneteket, dicsérjük az Urat! Kérlek, álljatok fel, és mondjunk együtt egy közös imát el. És kérjük, hogy az Úrnak az ereje szálljon ránk. Tudjátok, hogy mi az Úrnak az öröme? hogy a nehémiásnál az ége, hogy az úr öröme a te erőssége. De mi az, hogy az úr öröme? Istennek mikor van öröme? Vagy mitől van öröme? Egy ember megtérésén mi van a Bibliában? Örvendezés! Tehát ez az, az úrnak az öröme, mikor emberek térnek meg Jézus Krisztushoz. És ezért imádkozzuk, hogy minél több ember tudjon megtérni az úrhoz. De tudod mikor fognak megtérni, mikor a keresztények erősek? Azt látják, hogy te, ez, ez igazából, ez egy nagy férfi. Egy nagy hölgy. Mennyi atyám? Köszönöm azt, hogy elhordoztad, az én bűneimet, betegségeimet és az erőtlenségemet. Ezért kérlek téged, hogy az erőnek a szellemével, töltsél be engem! Minden erővel! a szívemet is erősítsd meg, szellememet is erősítsd meg, a pszichémet is erősíts meg, a testemet is erősíts meg. Én pedig megteszek mindent tőlem telhetőt, hogy az erő rajtam maradjon. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat.